Több mint 100 csatát vívtak az ukrajnai frontokon az elmúlt 24 órában. Az ukrán erők visszaverték az orosz hadsereg legújabb offenzíváját Avdiivka felé. Az ukrán mentőszolgálatok próbálnak segíteni a sérülteknek a második legnagyobb ukrajnai város Harkiv postai elosztó központjánál. Itt több dolgozó életét vesztette vagy megsebesült. Az épületbe két rakéta is becsapódott. A helyiek hangsúlyozzák, hogy civil célpontról volt szó. Rendkívüliek a károk, ahogy láthatják is. Több tucat jármű megrongálódott, civil járművek és furgonok is, amik a parkolóban voltak. A tűz pedig csaknem 300 négyzetméteres területet pusztított el, mondta a helyi rendőrezredes. Négyre nőtt a halálos áldozatok száma az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeck városában, amelyet lőttek az ukrán erők. A helyi hatóságok szerint az ukrán erők civil célpontokat kazettás lőszerekkel lőttek, köztük kereskedelmi raktárakat és szervizállomásokat. Szintén találat ért egy olyan helyszínt, ahol a tűzoltóautók és mentőautók parkoltak. Eközben Moszkva ukrán harci repülők, drónok és tankok kilövéséről számolt be a frontokon. Ukrajna pedig azt közölte, hogy orosz katonai állásokat, fegyverraktárakat és légvédelmi rendszereket támadtak.